Szeretettel köszöntöm a mai napon a Budapest TV nézőit és hallgatóit az Ébredés műsorba. Mai két vendégem, Ivetta és Anita, a két vendégem, a két testvérem az Úrban. Örülök, és nagyon nagy dolog ez, mikor az emberek tanúságot és sok minden bizonyságot tehetnek az Úr Jézus Krisztusról, és mikor megismerik az emberek az ébredésben, ugye ki kell az, hogy miképpen és hogyan látják ők az életükben, és találkoznak ezzel a jelenséggel, amit emberek jelenségnek hívnak, de igazából egy szívbeli találkozás az az Úrral. Ilyenkor vagyunk ott azon, hogy teljességben átváltozunk és megébredünk. És ezért szeretettel köszöntelek itt benneteket, Ivetta, először téged szeretnélek köszönteni. Úgy tudom, hogy nagyvilági látott emberekkel vagyunk itt, és hol élsz most? Mit csinálsz, merre vagy? Hát most Londonban élünk, 8 éve most már, hogy kimentünk Londonba, az egész család kint vagyunk, és dolgozunk, jól vagyunk. Úgy tudom, hogy nem csak Londonban éltél, nem úgy kezdődött az egész, azt hiszem, más, nem csak magyar származásotok van, hanem... Nem, mi Szlovákiából vagyunk, egy kis faluban éltünk, Farnadon, farnadi lakos vagyok, utána elmentünk Párkányban, Stúrovóban lakni, ott laktunk, ott dolgoztunk, és a nagyobb lányom kiment Angliában, utána egy évre rá kivitte a kisebbik lányomat is Angliába. Most üdvözölhetünk itt Anitát is. Igen. És utána következő 2 év után elvitték a férjemet is, én egyedül maradtam itthon a kisfiammal és a Rudikával, és következő évre rá, akkor vittek engem is, és a kisfiamat is, Rudit is, úgyhogy most már az egész családot vagyunk. Kim vagytok Londonban. Így van. Anita, kérlek, te is mutatkozz be a nézőknek, hogy is. Anita vagyok, üdvözlök mindenkit szeretettel. Hát igen, ez egy ilyen vándor élet, de gyönyörű. Igen, egy kisfaluban nőttünk föl, ahol tudjuk mi az, hogy ha kapálni kell, vagy gazolni. Aztán hirtelen csak a nagy világba csöppentünk, úgyhogy én Magyarországra jártam tanulni, befejeztem az általános iskolát a faluban, Farnadon, és akkor utána elkerültem Esztergomba, és a tanulmányaim befejeztével jött az a lehetőség, hogy akkor kimenni nővérem után Londonba, és hát én éltem ezzel a lehetőséggel, és akkor kimentem. Aztán egy év után, egy év elteltével, akkor jöttek család. Halleluja. És azóta együtt vagyunk odakint. És azóta kinéltek akkor igen, ezek szerint. Igen. Hogyan és miképpen találkoztatok azzal a megváltóval, akiről igazából a műsor is szól, az ébredés? Miképpen találkoztatok vele? Nekem gyerekkorom óta éhes volt a szívem Istenre, és kerestem Istent, szóval én jártam templomba. Mindig is ott, minden vasárnap ott voltam. De valahogy, ahogy hidegek a falak ott, és hideg van, ugyanolyan hideg volt a szívem is egy mise után. Szóval nem jött úgy át, főleg egy gyerek fejjel nem jött úgy át, nem ismertem meg az igazságot, a teljes igazságot, és csak hazamentem. Szóval és üres akkor volt. Igen, igen, és vasárnap megint elmentem, és újból üresen mentem haza. De valahol mindig a szívem hitte, hogy Isten létezik. Szóval olyasmiben nyilvánult meg, hogyha a társaság nyelvére vette Isten nevét, vagy bármi, akkor én úgy azért a védelmére mentem, de akkor sem ismertem az igazságot. Nem tudtam, hogy tényleg Jézust a szívbe be kell hívni, és akkor ott van, jelen van az életünkben. És hát így teltek hosszú évek, hogy Jézus nélkül éltem, és tele volt küszködéssel az életem. De aztán megváltozott ez, megváltozott. Mikor történt ez? Kérlek, mesélj erről, hogy hogyan változott meg az életforma, ami addig üresség volt, és egy valami képzeletbeli valami volt mögötted, de mégsem az volt, aki igazából megváltoztatta az életedet. Kérlek, mondj. Ez akkor jött valójában, ez a nagy-nagy változás, amikor megismerkedtem Gégény Évával,
és ez édesanyám által történt. Ő általa ismertük meg Évikét, és ő eljött hozzánk, mielőtt hazaköltöztek Magyarországra, és ő általa érintett meg először Jézus. És az az érzés valami csodálatos volt. Sírtam, könnyeztem, de belül mégis olyan boldogság áradt ki belőlem, amit szavakkal el sem. Életemben nem éreztem ezt az érzést, és azt mondtam, hogy nekem ez kell. Nekem ez minden nap kell. Én szeretném ezt érezni mindig. És akkor, amikor elhangzottak ott Évike szájából, olyan dolgok hangzottak el, olyan kijelentéseket tett, amit ő nem tudhatott egyedül, mert nem ismert minket. Akkor találkoztunk először. Úgyhogy az volt az egészben a hiteles, hogy személyre szabott dolgokat mondott ki nekünk, úgyhogy én 100% biztos voltam abban, hogy ez csak is Istentől tudhatja ezeket a személyes dolgokat, amit kijelentett nekünk. És mindaz, ami az akkori régi életünkben jelen volt, ezek a rossz dolgok, azt levette rólunk Jézus által, és azóta szabadon és boldogan élünk. Hála Istennek, igen. Szóval azt mondod, hogy vannak kijelentéseket kaptál, mert ugye az Úr úgy dolgozik, keres nézőink, hogy az Úr szólít bennünket, és ad nekünk mások által is emberekként használ embereket, hogy kijelentéseket kapjunk, és ezáltal kinyilatkoztatásban, mint ahogy hallottuk Anitától is, hogy megkapta azt, amit ugye senki nem tudhatott, hanem belső titka volt az ő életében. De nagyon gyönyörűséges, amikor az Úr tényleg így dolgozik az életünkben. Igen. És kérlek, te hogyan és miképpen kerültél az Úrhoz? Én az Úrhoz egyedül kerestem az Urat, valamit nagyon-nagyon hiányzott az én szívemből. Nagyon üresnek éreztem magam, és tudtam, hogy valami többnek kell, hogy ettől legyen. És csak kerestem. És csak imádkoztam, én mindig is hittem Istenben. Mindig is tudtam, hogy Isten létezik. De azt valójában úgy nem tudtam, hogy most Jézust be kell hívni a szívünkbe, és akkor majd utána történik meg a változás, meg a minden a Szent Szellem által. És én csak imádkoztam Istenhez, hittem Istenben. És valójában annyit kerestem, hogy a YouTube-on, ahogy hallgattam, rátaláltam Eva Nagyra, és Joyce Meyerra, rengeteg sok tanítást vettem el tőlük, mert én 5 éven keresztül őket hallgattam, és szinte sírt a szívem, hogy nekem is kell, nekem valami több kell, nekem ez már kevés, én valami többre vágyom, Uram, kérlek, adj valami többet nekem ettől, és akkor ahogy a YouTube-on keresgéltem, mintha egy angyal, vagy nem is tudom, oda kattintott volna, éppen oda rakta a kezemet, hogy az Évikére rá kattintottam, a Gégényi Évikére, és ott pontosan a legelső bizonságát mondta el az Évike, ahogy én rátaláltam, és ahogy meghallottam, hogy az Évike azt elmondja, hogy jaj, akkor most a hallomás, meg a látomás, ez mind az Úrtól van, hát én olyan boldog voltam, hogy akkor most én azonnal fogtam a telefont, és már is hívtam az Évikét. Évikém, meg kell, hogy ismerjük egymást, el kell, hogy jöjj hozzánk, mert én többet akarok erről az Úr Jézusról, és most már általa tudom, hogy megkapom, hogy többet fogok kapni, és akkor általa meg tudjuk ismerni az egész család az Úr Jézust. De Évike el is jött hozzánk, és sikerült, az Úr összehozta, elrendezte. Hozzá kell tegyem, hogy anya azért szerette volna, hogy Évike eljöjjön, mert ugye ő már 5 éve benne volt Jézus jelenlétében, és ő próbálta ezt így a családnak, nekünk, gyerekeknek átadni. Igen. Mm-hmm. De mi nem fogadtuk úgy tőle.
olyan kicsit talán szkeptikusak is voltunk ezzel a dologgal, de viszont az látszott rajta, kiült az egész lényére, hogy ő boldog volt, sugárzott, és mindent megtett, ami tényleg nagyon próbálkozott és igyekezett, de hát ugye süket fülekre talált még akkor, mert Jézus nem volt velünk, és nem is kerestük úgy igazándiból, és ezért volt szükség arra, hogy valaki külső jöjjön, akitől fogadjuk. És ugye jött az Évike, és ahhoz, hogy még hatásosabb legyen ez az egész dolog, akkor Jézus az Évike által személyre szabottan szólt mindenkihez, és akkor már nem volt kérdéses, hogy igen, nekünk is kell, és igaz minden szó, amit édesanyánk annó nekünk mondott és próbálkozott, úgyhogy dicsőség az Úrnak és anyukánknak, hogy ilyen kitartó volt, és ennyi imát engedett értünk. Megtartó az ő kegyelme, Jézusi, így ugye? Van, és azt mondja, aki kitart, az üdvözül, és a kitartásban azt is jelenti, hogyha valaki problémákkal küzd, akkor imádkozik, és az imának kitartásában az Úr megjelenteti magát, és megadja a szívének vágyát az embernek, mert a kijelentésekben az van, igaz, hogy szívemnek vágyát megadod, és ami az Úrral egy akaraton megy, az ugye az akkor be is tölti az Úr. És ez egy akarata volt, hogy az övéi hozzákerüljenek. Mostanában hogyan élitek ezt az életet? Hogyan vagytok Jézus Krisztussal? Mi van a... Csodálatos az Úr. Csodálatos. Én napról napra gyönyörködöm. Uh-huh. Nincs olyan nap, hogy ne érezném az ő jelenlétét, az ő vezetését, és csak gyönyörködni tudok benne. Amióta Jézus elélem napjaimat, teljesen újjászülettem, teljesen betölti, és tényleg minden vágyat, a lehetetlent is megadja, és már a természet feletti dolgok lettek számomra természetesek. És azóta vagyok teljes ember, és igazán boldog. Szóval egyszerűen teljesen kicserélte az értékrendemet, a szókincsemet, az egész lényemet úgy, ahogy vagyok, teljesen kicserélte, és tényleg csak neki tudok hálás lenni, mert én látom, én tudom, hogy milyen voltam, és milyen tulajdonságokat vágott le rólam, ahogy ezt a Bibliában is írja a János evangéliumában, hogy a szőlőtőről, ahogy ugye lemetszi, levágja mindazokat, amire nincs szükségünk, és sokszor sírva olvasom a Bibliát, amikor így megérint egy igerész, igen, hogy igen, ez nekünk szól, és nem hogy csak szól, hanem az ígéretét be is tartja, mert tényleg levágta mindazt, amire nincs szükségünk, úgyhogy dicsőség. Könnyű volt ezt így megélni ebben a pillanatban? Ugye az nézők úgy tudják, azt hallják, hogy hát persze újjászülettünk, és egy ilyen könnyen átmentünk egy ilyen dolgon, és utána nincsenek problémáink és semmi. Nem volt könnyű, dehogy is. Miután megtértem, utána jött igazán csak a próbatétel, mert azt tudni kell, drága nézők, hogy a sátán mindig is kísérteni fog bennünket, mert ahogy létezik Jézus és az Isten, ugyanúgy létezik a gonosz is, aki ezt a földet uralja. És ő nem akarja engedni a népet, hogy felszabaduljanak, nem akarja, hogy ébredjenek az emberek, és megtudják az igazságot. De miután én megtértem, akkor keményen jöttek a próbatételek. De én arra buzdítom a nézőket, hogy olyankor bármi is jön, és bármennyire is háborog az a tenger körülöttünk, kapaszkodjunk meg Istenben, és kérjük az ő segítségét, mert ő jön, mert ő jóságos Isten, ami drága atyánk, ami gondviselőnk, aki megsegít, bármilyen helyzet is jön az mi életünkben. Ezt azért tudom ennyire biztosan mondani, mert ha nem történt volna velem személyesen, akkor nem tudnék erről beszélni ilyen határozottan. Nekem olyan átélésem volt, hogy kifejezhetem magam úgy, hogy a síralom völgyét jártam éppen az életemben, és sírva imádkoztam, nehéz volt a lelkem, az életem, úgy minden sötétnek
sötétség vett körül. Mint Dávid ugye írja a Zsoltárokban, hogy a halál árnyékában járom, igen, sem félek, mert te velem vagy. Igen. Veszel is bukod, bocsánat. Igen, és akkor én hozzáfordultam, és sírva imádkoztam, és mondtam, hogy drága Jézus, kérlek, jöjj, mert én ezt nem bírom egyedül, ez oly nehéz. Mondom, kérlek, segíts, és vegyél le rólam minden terhet. És jött. Ez volt az első találkozásom vele, ez volt az első átélésem, és ahogyan feküdtem az ágyamban és sírva imádkoztam, egy nagy-nagy fényességet észleltem a szobámban. És ebből a nagy-nagy fényességből lépett ő ki, és gyönyörű szép fehér lepel ruhában volt, válig érő haj, de az arcát nem láttam, mert ugye ez a nagy-nagy fényesség, ez annyira árad belőle, hogy nem lehetett kivenni az arcot, de tudtam, éreztem, hogy ez ő, mert a szeretet rögtön megjelent. És leült az ágyam mellé, és megsimította a fejem. Megsimította háromszor a homlokomat, és ahogyan ezt ahogy végig simított, így éreztem, hogy minden gondom, bajom elszállt. Elállt a sírás, az okokás, és így, ahogy így letörölte, azzal együtt minden gondom, bajomat. És másnap, amikor felkeltem, akkor így elkezdtem gondolkodni, hogy most ez tényleg valós dolog volt. És így csak álmékoltam, hogy drága Jézus, te tényleg itt voltál nálam, eljöttél az én hajlékomban, te ennyire szeretsz engem, hogy megoldasz csak így tényleg egy csettintésre a problémámat. És ezután még azt kértem tőle, hogy bizonyítsa be nekem, még egy jelet kérek, hogy tényleg ő volt itt velem azon az éjszakán, és elvitt tőlem mindent. És képzeljétek el, hogy az történt, hogy okos telefon, mert mindenkinek van. Nézegettem a telefonot, és a kislányomnak akartam berakni egy mesét. És nem a mesére kattintottam, hanem egy dicsőítő dal jött oda a képernyőmre. Azelőtt nem is ismertem, hogy vannak ilyen zenék, és így ilyen formában is lehet dicsérni az Urat, mert ez még teljesen a kapcsolatunk elején volt Istennel. És rákattintottam erre a zenére. És az a zene, az a dicsőítő ének, ez teljesen arról szólt, ami velem az este megtörtént. Idézhetek egy sort? Persze, nyugodtan. Hogy úgy van benne, hogy úgy érzem, hogy egy kéz letörli minden könnyemet, minden bűnömet. És az egész dal, ahogy van az elejétől a végéig, ez teljesen rólam szólt, és ahogy meghallottam, zokogtam, és azt mondtam, hogy Uram, ne haragudj, hogyha egy percig is kételkedtem benned, és köszönöm neked, hogy ennyire megerősítettél, hogy tényleg itt voltál, és meglátogattál, és meggyógyítottál. Dicsőség az Úrnak, csodálatos dolog ez, amit elmond, most meséltél. És tényleg az, mikor azt mondod, hogy megerősít az Úr, igen, ugye vannak olyan dolgok, hogy megerősít, és valamiben el vagyunk gyengülve, igen, akkor az Úr szól hozzánk, és megerősít. Visszatérve Ivetta, te hozzád, azt mondtad, hogy már több éve hallgattad a tanításokat, igen, és valami történt akkor benned, de mégis mikor Éváékat, ők a szolgálótársak, akik segítkeznek azban, hogy az Úr munkája terjedjen világszerte, akkor mondod, hogy akkor érintett meg. De igazából az 5 év alatt, ami még úgy mosott, vagy mit történt akkor veled? Igazából megélted akkor Jézusnak jelenlétét, személyessé tette akkor ő már magát a számodra, vagy igazából akkor a pillanatban, amikor kiderült, hogy Éviék által meghallottátok az élő igének behatolását, akkor változott meg? Szóval erről mesélj nekem, légy szíves. Hát ez úgy volt, hogy igen, én ahogy 5 éve kerestem a Jézust, akkor ahogy hallottam az Eva nagy dicséreteit, gyülekezetbe, ahogy beszélt, ahogy tanította az embereket, a tanításait, az összeset lehallgattam az Eva nagytól, és nagyon-nagyon sokat tanultam őtőle is, amiért a mai napig is nagyon hálás vagyok Eva nagynak.
És Joyce Mayert is nagyon-nagyon sokat hallgattam, de éjjel-nappal őket hallgattam. A munkába fülemen rajta volt, és őket hallgattam éjjel-nappal. Szinte ma kívülről fújtam az egészet, ami ott volt a YouTube-on. Igen, amit mondasz, hogy hallgattad, de igen. Élet volt akkor már benned? Kezdett valami megváltozni benned, amit észrevettél az életedben? Először még nem, de aztán Eva nagy elmondta azt az imát, hogy Jézus be lehet hívni a szívbe, és akkor most mondják el vele ezt az imát, hogy Jézus, kérlek, jöjj az én szívembe. És én is elmondtam a YouTube-on keresztül, elmondtam én is, de nem is egyszer, többször is elmondtam én ezt az imát, de valahogy én azt gondoltam, hogy ez így nem érvényes, hogy most csak így a tévén keresztül, én azt gondoltam, hogy ott kell lenni, hogy valaki itt szemtől szembe álljon velem, és annak a valakinek mondjam én el, és csak akkor lesz érvényes, hogy Jézus be fog jönni az én szívemben. De közben, amiről én nem is tudtam, Jézus valóban beköltözött a szívemben, mert akkor már jött a szeretet, jött a boldogság, és még mindig nem tudtam, hogy most ez hogy? Hogy van? Honnan jön ez a boldogság? Tudtam, hogy Isten van, tudtam, hogy Jézust hívtam a szívembe, de nem fogadtam el azt, mert én abban éltem, hogy talán nem. Nem jó fogadtam be, mert nekem ott kell lenni Eva naggyal Pesten, és akkor szemtől szembe kell, hogy imádkozzon értem, és talán csak úgy lesz igazán Jézus a szívembe. De Jézus így is jött. Ha, mert te akkor Jézus, azt gondoltad igen, még, ugye, hogy kell igen, hozzá az ember. Kell egy ember hozzá, igen, hogy a Jézushoz vezessen. Igen. De igazából ugye... Ez is egy jó példa arra, hogy Jézus Isten nem a cselekedetek szerint vizsgál, hanem a szíveket vizsgálja. Igen. És édesanyám szívét is látta, hogy mennyire éhes. Mennyire igen, éhes, és igen, hogy amikor ő kimondta ezt az imát, akkor is éhesen mondta ki, ahhoz képest, hogy ő tudatlan volt még teljesen igen, az elején volt. Igen, mert akkor még Bibliám se volt, és semmi, és gyülekezetben se voltam, soha nem jártam gyülekezetbe. Bibliám nem volt, nem tudtam semmit, és csak egyszerűen éhes voltam, szomjaztam, mert ahogy hallgattam Eva Nagyot és Joyce Mayert, nekem köllött, vágyott a szívem, és én csak ettem, és csak dicsőítettem Eva naggyal állandóan, és Jézus akkor ma átjárt engem, teljesen. De akkor nem voltál teljes tudatában ennek, nem hogy, voltam, hogy Jézus az, ami most az ő beszédet, ami ugye, kedves nézők, Jézus maga az ige, azt mondja magára, hogy én vagyok az ige. Ugye Jánosban azt írja, hogy ő az ige. Igen. Az atyából, és az ige átmossa, és átszellemítít, és megtisztítja az embert, és ezáltal, igen, ugye ezt már te hallgattad, előadón keresztülkön, pásztorokon és előadókon keresztül. És még látomásom is volt, meg hallomásom is, Jézus, hallottam az Úr szavát. Meséljek, hogy hogyan történt ez, vagy miképpen? Hát mondjuk a férjemmel, amikor én nem beszéltem, összevesztünk, és a férjem egyszerűen nem beszélt hozzám 2 hónapon keresztül, és hát én nagyon el voltam keseredve, hogy most akkor ez most mi történik. És akkor úgy mentem, leültem az ebéd idő alatt, akkor nem kellett az ebéd se, és úgy leültem, és csak mondtam, Uram, most akkor mi történik vele? Akkor ezek szerint akkor már meg voltatok térve, mikor ez történt, ugye? Nem! Még nem? Nem, csak én Istenhez beszéltem. Annyira kerestem az Urat. Hogy ő egyedül, valójában Isten tanította. Aha. Már. Igen, hogy... Isten tanított, Isten szólt hozzám, beszélt hozzám. Csak én még akkor nem volt ismeretem, és szóval már akkor... nem volt egy ember, vagy aki tanította, mint például, akik járnak gyülekezetben. Igen. Nem volt pásztor, nem volt olyan személy, aki vezette volna a édesanyámat,
hogy igenis, te jó úton jársz, és ez létezik. Igen. Ez, hogy valaki a külső igen. alátámasztotta, igen. és ezután jött Évike, ezután aki, jött aki alátámasztotta, igen. hogy mindaz, mindaz, amit hallott eddig, igen. és mindaz, igen. amit ő cselekedetben meg is tett, aha. hogy imádkozott, igen. és elmélyült, becsukta a szemét, igen. és Istennel kapcsolatba lépett, igen. hogy ez mind ez akkor vált valósá, akkor a életetekben igazából akkor jött be. Alá az Évike nekem azt, hogy igen, valóban lehet Istentől hallani, látomások, és élő kapcsolat lehet az Istennek. Akkor nagy levegőt vettem, és leestek rólam a láncok, meg minden, hogy ez most igaz, ez valós, hogy gyorsan hívtam az Évikét, és felvettem vele a kapcsolatot, és akkor mondtam, Évike, el kell jönnöd hozzánk, mert nekünk kell, nekünk több kell, és biztos, hogy általa többet fogunk kapni. És akkor eljött az Évike, és akkor így ő általa megtért az édesapám, igen, én, és... akkor nem tudott jelen lenni a nővérem meg az öcsém, de a kicsike ott volt, a 14 éves öcsém, úgyhogy ő is így megtért. De mondom, csodálatos pillanat volt, életem egyik legszebb napja, és azóta teljes életet élek, teljes életet. Hát igen. Szóval boldog anyaként élheted az életedet, de igen. ugye mi belekezdtünk, amiben elkezdted mesélni, hogy hogyan élted át, mikor ezt a megélés, megtapasztalás, azt folytasd kérlek, amit ugye, hogy leültél, mert megszakítottunk így ebben. Hát igen, igen, én leültem ebédkor, és akkor nem ebédeltem, de így mondtam el, próbáltam elmondani, hát panaszkodtam az Istenhez. Mert lehet, ugye? Igen. Lehet az Úr azt mondja, az Úr, hogy pörölj velem, nem másolj velem, és akkor igen. te akkor ezt meg is cselekedted. Igen, meg, de mondom, hogy akkor még nem tudtam, hogy most mi történik velem, de akkor már Jézus a szívembe volt, de úgy, hogy én nem tudtam azt, hogy ez megvalósult. Hogy tényleg, igen, tényleg most már ez működik. És akkor mondtam, hogy Uram, hogy lehet ez, hogy most akkor a férjem nem beszél velem. És hát Jézus jött, és mutatott egy képet, egy gyönyörű szép piros kép volt, és benne egy még pirosabb virág, gyönyörű szép, és akkor beszélt innen a szívemből. Éreztem, hallottam a szelíd hangján, azt mondta, hogy hát most ez a virág, ha nincs megöntözve, akkor egyszerűen elhervad. A te férjed, ha nem kap elég szeretetet tőled, akkor ő is elszárad, elhervad. És akkor éreztem a szívembe, és hallottam, és tudtam, hogy azt mondja nekem, azt akarja tőlem, hogy szeressem a férjemet, és több szeretetet adjak a férjemnek. És akkor én siettem haza a munkából, hogy akkor most megpróbálok kibékülni vele, és több szeretetet, mert akkor már a szeretet is bennem volt, mert teljesen betöltött az Úr szeretettel, tetőtől talpig is, és én nem bírtam magammal, olyan boldog voltam, hogy szinte repkedni tudtam szeretet, volna. Szeretet, ugye, amikor szeretet átmisebb embert, az igen, átformálódik, és igen, át értékelődnek igen, a gondolatok. Bocsánat. És hát akkor így hazamentem, és hát férjem nem fogadta mindjárt tőlem ezt a nagy szeretetet, csak nézett, hogy mi történt velem, mi ez a nagy boldogság, mi ez a nagy szeretet, és akkor hát nem beszélt velem továbbra se, és másnap elmentem megint a munkába, megint leültem oda arra a helyre, ahol szoktam mindennaposan, és minden nap én ott beszélgettem az Úrral. De nem tudtam, hogy most akkor ő tud válaszolni, vagy ő meghallja esetleg, amit én beszélek, vagy panaszkodok, vagy ami a szívemen van, én azt kiöntöm neki, hogy ő talán meg tudja hallani, vagy esetleg tud válaszolni nekem a kérdésre. És igen, hogy válaszolt, és meg képekben is mutatta. És válaszolt is úgy, hogy meg is hallottam. És akkor mondtam, Uram, hát látod, hogy nem enged magához a férjem, hát nem tudom beteljesíteni azt, amire te kértél engem. Hát akkor most jöjj, és segíts nekem.
És ez volt a kulcs, hogy azt mondtam, hogy Uram, jöjj és segíts. Segítség. És ha az ő nevét hívjuk, ha Jézus nevét hívjuk, segítség, akkor ő abba a pillanatba jön. És abban a pillanatban segít. És akkor csak így, egy csettintésre, hogy férjem ott állt a kocsival, ott állt az autóval, és jött értem a munkába. Csodálatos elférés. Csodálatos, igen, igen. És olyan szeretettel töltött be akkor is, hogy egyszerűen annyi boldogság volt bennem, hogy remegtem, és úgy futottam az autóba, hogy, mint amikor először megláttam őt, hogy jaj, de szerelmes vagyok belé, és olyan jó most vele, és siettem az autóba, és az a csodálatos, hogy azóta nem is említettük föl, hogy mi történt valójában, miért nem beszéltünk, de most már tudom, hogy miért, mert a gonosz jött. Uh-huh. És be akar tenni, hogy akkor most, ha te Jézussal vagy, vagy te jó ember vagy ma, vagy te boldog vagy, én ellopom a te boldogságodat. És ő el akarta lopni tőlem ezt a boldogságomat, így, hogy a férjemet nem engedte közel hozzá. Szóval használta ellened. Igen, használta ellenet. Így van, mert ugye akkor édesapám még nem tért meg, igen. Akkor nem ismerte Jézust, és akkor eléggé tudott munkálkodni a gonosz édesapámban, de hál' Istennek ez megváltozott. Dicsőség az Úrnak. Jó. Halleluja. Édesapám is ott van, Jézusnál. Igen. Úgyhogy... És sőt, nem csak apukád, hanem most már az egész család. Úgyhogy valóban ébredés van a családunkban. Hatalmas ébredés. Hatalmasan dolgozik az Úr. Mert ugye Angliában élünk, igen. És nekem szívemre helyezte, hogy haza kell jönni, de olyan címszóval jöttünk haza, hogy a kislányomnak a papírjait meg kell csinálni, igen, intézni, útlevél, ilyesmi. Hát el is kezdtem én intézni, de mindig akadályok jöttek. Például olyan, hogy elrontották az anyakönyvi kivonatán a nevét, a születési évét, és akkor újra kellett csinálni, szóval még egy hónapot, szóval marasztalt Isten. Szóval, mert én megkérdeztem Istentől, hogy ezt most te csináltad, vagy most miért kell még mindig itt lennem? Hát mondom, annyira szeretnék visszasietni a páromhoz, a családhoz, és a szívemre helyezte, hogy igen, minden okkal történik, mert készen állok, és ő szeretne engem most már használni, és sok éhes szív van a családban, akinek meg kell ismernie őt. És akkor így kezdődött, hogy az itthonlétem alatt, most már fél évet töltöttem itthon, igen. És ez alatt az idő alatt a papírok is elkészültek, de mondom, hogyha az anyakönyv, utána az adókártya, mindennel volt valami. Csúszások. Igen, igen, igen. De nyugtatott az Úr, hogy ez minden azért történik, mert kell, neki kell ez az idő. És ezáltal használt akkor téged, ezek szerint a családból, ugye, hogy megtérjenek a többiek és a családtagok. Szóval kijelentéseket kaptam, hogy kihez menjek először, kinél van a legnagyobb baj, mit kell mondjak, mit kell csináljak, és én csak hallgattam az Úr szavára, és megtettem mindent, amit ő kért tőlem, és a legszebb dolog az egészben az, hogy egy kis idő múlva visszamentem hozzájuk, és dicsérték az Urat, mert azt mondták, hogy hát Anita, amióta itt jártál, olyan békesség és nyugalom van a családunkban, mert ugye hát ott is akkor a veszekedés volt, akkor a munkanélküliség. Mit tettél akkor, hogy azt mondják, hogy megint a nyugalom, ugye tudjuk nagyon jól, hogy ugye Jézus Krisztusban, maga a nyugodtságban is bevisz bennünket a jelenlétében, és azt mondja, akinél te békességet találsz, és beülsz hozzá, ott nyugodjon meg az én békességem, ugye mondja az apostolok cselekedetében, de te hogy, ez a család hogy vette azt, hogy most te, amit mondtál, hogy békesség jött rájuk, mit éreztek, hogy mit beszéltél nekik, mesélj erről kérek, hogy hogyan és miképpen mondtad el nekik az evangéliumot, az örömmel. Hát elmentem, ugye akkor pont húsvét volt, és szívemre helyeztem Jézus, hogy hát húsvét van, és sokan tévhitben vannak, és nem is azt ünneplik, amit igazán kellene, és hogy mondjam el a családnak, hogy mit is ünneplünk, vagy miért emelik fel azt a poharat, és
azt mondják, hogy egészségedre. És akkor én elmentem nagyon nagy örömmel húsvét napján, és hát elkezdtem nekik erről beszélni, hogy tudjátok-e, hogy mit ünneplünk húsvétkor, hogy a drága Jézusunk meghalt, de föltámadott mindannyiunkért, hogy miénk lehessen az üdvösség. És mondom, ez olyan gyönyörű ajándék. Mondom, még mindig tart a kegyelem. Mondom, és olyan nagy szíve van a mi Istenünknek, hogy ez csak így, én kinyújtom a kezem, és te elveszed tőlem, és csak ennyit kell tenned. És ugye hát ők is azt mondták, hogy nekik is kellene ez, ami nekem meg, igen, már megvan. Mert ugye Isten igéje azt mondja, hogy engem majd a gyümölcsökről fogtok megismerni. És szerintem ők is már ezeket a gyümölcsöket látták a családotokban, ugye, mint ahogy tett már Jézus bizonyságot ajtott keresztül, hogy ugye megtért az egész család. Így van. És akkor ugye valahol ők is elkezdtek erre éhezni, és akkor így már könnyebb volt Jézust bemutatni, és beszélni róla, megismertetni velük, és akkor elmondtuk ezt a befogadó imát. Igen. Mert lehet, hogy kicsit valakinek olyan furán hangzik, hogy miért kell a szívbe behívni Jézust. Na most ő maga mondja Jézus, hogy én itt állok és zörgetek. Na most, hogyha egy sima hétköznapi ember ott áll az ajtónk előtt, és megnyomja a csengőt, vagy kopog, kinyitjuk ugye az ajtót, és ő bejön, és behívjuk. Gyere beljél, foglalj helyet. Jézus ugyanerre vár. Kopog, igen, zörget. És ez a kulcs, hogy tényleg nekünk csak ki kell nyitni a szívünk ajtaját, nem a házunk ajtaját, hanem a szívünk ajtaját, mert mi vagyunk a temploma, a mi Istenünknek, és ha ezt kinyitjuk és behívjuk, akkor ő már ott marad. Mm-hmm. Ott marad és mindenben megsegít. És ezt kezdtem el magyarázni így a családtagoknak, hogy ez a kulcs mindenhez, hogy Jézus, ha ott van velünk, akkor imáink meghallgattatnak. Mert addig csak küszködés van az imádkozásban is, mert Jézus, ő kapcsolatban van Istennel, és mi Jézus által Istennel kapcsolatban vagyunk, és ez olyan gyönyörű, mert akkor imáink mindenképp meghallgattatnak. Milyen volt a reakciójuk? Hogyan fogadták ezt tőled? Ugye tudjuk nagyon jól, mint megyünk saját személyes életünkben is megtapasztaltuk azt, hogy nem rögtön futunk azért oda az Úr keblére, ha valaki megszólal, mint ahogy édesanyád is tett bizonyságot, hogy 5 évig hallgatta, és ugye mosta az Úr. Ezt hogyan fogadta a családod? El kell mondjam, hogy amikor már nagyon a végét járja valaki, legyen az anyagi helyzet, vagy betegség, vagy kilátástalanság, akkor már nincs mibe belekapaszkodni. Szóval azt mondod, hogy összetöretés nélkül nem működik a kegyelem? Szóval nekünk meg kell törni ahhoz, hogy az Úr bejöjjön? Sajnos, sok helyzetben igen, mert nagyon elfordultunk Istentől, és egyszerűen nem vesszük észre, hogy Isten itt van velünk, és hogy ő a szívekre vágyik, nem a cselekedetekre. Nem attól leszünk jó hívők, hogy nem mondom ki azt a csúnya szót, vagy hogy megcselekszem a jót, és adakozok. Nem ezért fogunk a mennyországba jutni, hanem azért, ami a szívünkben van, hogy én azt a falat kenyeret az éhezőnek, vagy aki éppen kéri, a szívből adom, vagy csak azért, hogy jaj, a szomszéd most látja, hogy én most odaadtam, vagy nem adtam. Szóval nem a cselekedetek a lényeg, hanem a szívben, ami van. És hogyha Jézus a szívünkben él, akkor minden szeretettel tudunk csinálni. Amen. De azért fontos, nagyon jól tudjuk, hogy azt mondja, hogy Jakab apostol azt mondja, hogy hit a cselekedetek nélkül halott, és a cselekedetek nélkül is a hit halott. Szóval a hitet ébreszt az Úr Jézus Krisztus bennünk, de cselekedeteink által, amit te most meséltél nekem, amiben itt bele is kezdtünk, ugye a családod, hogy fogadta ezt, mert ugye már a te családodban a cselekedetek is nyilvánvaló voltak. Láthatóvá váltak a Jézus cselekedeteiért a családotokban. Igen. Szóval ebben, amikor fogadták ezt a te rokonaid, ezt azért nem mindenki biztos úgy fogadta, hogy csak így örömmel. Nem, persze. Vannak természetesen olyanok, akik nem hisznek a szavunknak, vagy amiben mi élünk, bolondnak néznek, és eltaszítanak inkább, és azt mondják, hogy orvoshoz kéne fordulnunk.
Akkor én csak azt mondom, hogy áldjon meg az Úr, és imádkozom, érted, hogy a szíved lágyuljon meg, és meghald azt, amit Jézus mond neked. De akkor, mikor családodban használt az Úr, ez hogyan használt téged akkor? Akkor hogyan jutottak ők hitre, mert ugye majd utána szeretném tudni, hogy mi történt. Az történt, hogy Jézus mondta nekem, hogy miután kicsit beszéltem, bemelegítettem őket, akkor imádkozzam értük, de mindenek előtt a gonoszoktól meg kell őket szabadítani, ami nem csak magukban, az emberekben volt, hanem akár a lakáson, akár a házon, átok, megkötözöttség alatt voltak. Ezektől mind-mind Jézus által meg kellett őket tisztítani, és ugye lehet, hogy most valakinek ez túl sok, hogy démonok, rossz szellem. Igenis létezik, mert hogyha visszatekintünk a Bibliába, amikor Jézus megkeresztelkedett, és elment a hegyre, és elkezdett bőtölni, megkísértette őt a sátán, és egyszerűen Jézus annyit mondott neki, hogy távozz tőlem, sátán. És ő neki menni kellett, egyszerűen nem volt maradása. És nekünk nincs más dolgunk, csak ugyanazt tenni, amit Jézus tett. És, mert ugye ő itt van bennünk. És hogyha az ő neve által azt mondjuk, hogy távozz tőlünk, sátán vagy gonosz, neki mennie kell. És én ezzel a hittel én ezt megtettem. Halleluja. A családokban, igen, és én mindentől megtisztítottam őket a Jézus neve által, és azóta békesség és nyugalom van. Úgyhogy ez volt Halleluja. A kulcs. És halleluja. Ugye te mondtad nekem, hogy ugye most nagy öröm lett, mert valami újongás vagy ébredés történt, ugye nem csak a te belső családi körödben, hanem ugye a rokonságban is, ezáltal, amit most tanítától hallottunk, bizonyságot. Úgy tudom, valami történt azért mostanában, mai napokban is történt valami még csodálatosabb dolog, még nem ennél csodálatos dolog, mikor az ember befogadja Istent, ez egy gyönyörűséges dolog, és annál nagyobb dolog nincsen az emberiség életében, mikor megtérünk, ugye? Igen. Mert ez a legnagyobb kincs, amit kaphatunk, a kegyelmet, az Úrnak a kegyelmét. De van utána, amit azt mond a Biblia, hogy kell nektek cselekedni dolgokat, amit én cselekedtem. Hát kérlek, erre mesélj nekem, mivel, hogy történt ez még akkor a rokonság? Úgy történt, hogy én egy éve vágyakozom már arra, hogy bemerítkezzek az Úrba, Jézusba, de ez nem jött össze. Én 50. születésnapomra azt szerettem volna, hogy az legyen a ajándékom, hogy bemerítsen engem az Évike és a Csaba az Úrban, de egyszerűen nem tudtunk hazajönni, mert nem kaptunk ma repülőjegyet. Szóval meg volt a megtérés, csak még nem volt vízkeresség. Nem volt vízkeresség, igen, és egy éve erre várok, hogy ez megtörténjen, és én Csaba és Évike által szerettem volna, hogy ők merítsenek be az Úrba engem, meg a férjemet is. És hát ugye hazajöttünk, ez mindent úgy eltervezett az Úr, úgy elrendezett mindent egyszerre, hogy Évikék meghívtak az esküvőre, Dávid és az Abigé esküvőjükre, és akkor még hazajöttünk az esküvőre, akkor most megtörtént az, hogy most be is merítkezhetünk, aztán most megrettünk hívva a televízióba, Évike által, úgyhogy mindent elrendezett az Úr, de az, hogy mink hazajöttünk, meg nagyon sok mindent cselekedett az Úr általunk, vagy mi rajtunk keresztül, mert a férjemnek az 5 fiú testvére befogadták az Urat az ő szívükbe, általunk, akkor, igen, és akkor hát most voltak még, azt hiszem, 7 vagy 9, akik szintén általunk befogadták az Urat a szívükben, és ezek mind most velünk együtt eljöttek bemerítkezni is, hogy egyik nap befogadták az Urat általunk, és másik nap már jöttek merítkezni velünk. Ez valami csodálatos volt. És még aznap reggel, ahogy bemerítkeztünk, meg aznap reggel a férjemnek a bátyja és a felesége érkeztek meg hozzánk, és akkor fogadták be reggel
az urat az ő szívükbe, és délután már be is merítkeztek, úgyhogy csodálatos, csodálatosan dolgozott az Úr, és használt ugye minket, úgyhogy dicsőség az Úrnak. Akkor ezek szerint ugye nem kell előre évekig járni valahova, de vagy valami ahhoz, hogy az Úr betöltse a mi életünket, van, hogy szívünkbe beleszóljon, mert amit most mesélsz, ugye akkor beleszólt az ő szívükbe, bele nyúlt szabályszerűen Jézus, és ezáltal kívánatossá tette magát előttük, és ugye megtették azt, amit Jézus azt mondja, hogy újjá kell nektek születnetek, és be kell merítkeznetek víztel és vér által, igaz? Igen. És akkor megvolt az újjászületés és a víz alá merítés. És még mindig működik az Úr, meg ma is, ma reggel, ahogy ide jöttünk. Mesélj, hogy érdekesebb a dolgokon. Jézus csodákat tud tenni az ember életében, és dicsőség az Úrnak. Igen, na, de most akkor hagyj kezdjem onnan, hogy az Úr csodálatosan dolgozik, és ahogy dolgozik, akkor jön a sátán. Uh-huh. Mert igenis jön, és nagyon el akarja rontani, és nagyon el akarta rontani azt, hogy ide nem fogunk bejönni a tévébe. Biztos, hogy nem fogja meghallani senki eztet, hogy Jézus milyen csodákat tud tenni, de ugye, mint már ismerjük a sátánnak a dolgait, és én nem félek már tőle, mert sátánnak már fogai se nincsenek. És ellene mentem, és mondtam, távozz tőlem. Csak te vagy az, távozz tőlem, nincs itt keresnivalót, hát itt Jézus él. Ide nem jöhetsz hozzá. De ugye megpróbálkozott, és nagyon-nagyon le akart nyomni, úgyhogy egyszerűen összeveszetni a férjemmel, hogy mink ne tudjunk ide jönni, és ne tudjunk bizonságot tenni, hogy igenis valóban megtérhetnek az emberek, vagy bemerítkezhetnek Jézusba, és milyen csodákat tud tenni Jézus. Hát és akkor ugye, ahogy ez megtörtént, hogy a sátán közénk jött, akkor jött Jézus is. De olyan csodálatosan jött Jézus, csak a nevét hívtuk, Uram, jöjj és segíts! Tudom, hogy itt vagy, tudom, hogy segíteni tudsz. És ebben a pillanatban jött Jézus, és a két ártatlan gyermek, Dusanko és Edinka, a bátyámnak a öccse, a férjemnek a öccse, igen, és a felesége Erzsi, sógornőm, nagyon szeretem őket, és a ő kisfia, meg a kislánya be is fogadták Jézust, halleluja, beismerítkeztek, és akkor kivittük őket a cukrászdába. És csak így beszélgettünk, ettük a sütét, és egyszer csak Dusanko elkezdte, hogy ő a iskolába mennyi mindenkinek ezt elmondta, van, akinek nagyon tetszett, van, akinek kellett, van, aki nem akarta fogadni, és egyszerűen úgy betöltötte őt a Szent Szellem, csak mondta, és olyan csodálatos szavakot mondott, hogy minket a Szent Szellem jött, és egyszerre az Anetkával mindkettőnket a sírás, a nevetés egyszerre, és ott volt Jézus dicsősége, és a két gyerek által. Halleluja. Mondtam, Uram, én nem tudom, hogy fogsz minket fölemelni, hogy visszakapjuk a mi erőnket, de te tudod. És ő általuk, a gyerekek által, ők emeltek föl, hogy újra visszanyertük a mi erőnket a Jézus által, halleluja, a Szent Szellem által. Szent Szellem, nagyon sokszor emlegeted a Szent Szellemet, és azt is tudjuk, hogy ugye azt mondja Jézus Krisztus, hogy még olyanokká nem lesztek, mint a gyermekek, igen, addig nem tudjátok örökölni Isten országát. Igen. Szóval nekünk muszáj lemenni a gyermekek szintjére. Igen. És annyiszor mondta Ivett a Szent Szellemet, hogy ez megvan írva, az apostolok cselekedetében jött benn, pünköskor a Szent Szellem belépett az életünkbe, mert azt mondta Jézus nekik, hogy muszáj nekem elmennem ahhoz, hogy az Atya visszaküldje a vigasztaló Szent Szellemet, amiről Ivett beszélt, ez a Szent Szellem az, ami ma működik, és ebben a világban megeleveníti az embereknek belsejét, és Jézushoz vonza őket, és az Atyának dicsőségét mutatja be. Na most ez a Szent Szellem az, ami ugye bennetek is működik, és amit, igen, visszakaptatok, és erőről, igen, beszéltek. És meséltek, hogy végülis Szent Szellem az működik, és így mosott át, Jézus átmosott a Szent Szellem által. Igen. Voltak-e valami átélések az Úr átélésében a Szellem által? Igen, igen. És akkor most
Bocsi, mondhatom el sűrű. Persze, mondja nyugodtan. Ha Szent Szellem által, most Szent Szellemről egy átélésemet mondom, ami csodálatos, és most nagyon örülök, hogy én ezt most elmondhatom mindenkinek, mert a Szent Szellemet én nem ismertem, amikor még olyan tudatlanka voltam, és a Jézus maga tanított engem, bármit kértem tőle, akkor mindent megmutatott, és mindent elmondott, és ő tanított meg engem. És amikor mondtam, Uram, én a Szent Szellemről nem tudok semmit. Megmondanád nekem, hogy ki is ő, vagy hogy is van ez, vagy most mit kell tudnom a Szent Szellemről? És akkor az Úr azt mondta, hogy hát a Szent Szellem ő egy személy. És akkor mi hárman vagyunk, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem. Három személy, de mégis egy. És olyan csodálatosan elmagyarázta, hogy jött, hogy itt a Szent Szellem, és akkor hozta a kisfiamat, a Tibikét, és emlékezzek vissza a Tibikére, amikor ilyen egy is fél éves volt, vagy két éves lehetett, és akkor, hogy amikor a kisfiam ilyen kicsi volt, még mennyire szerettem én a kisfiamat. És ő azt akarja, hogy a Szent Szellemet én úgy szeressem, mint ahogy a kisfiamat szerettem, mert ő egy személy. És akkor a Szent Szellem megmutatta, hogy akkor a kisfiam, ő lesz a Szent Szellem, ahogy én szeretem a kisfiamat, akkor a Szent Szellem, a kisfiam így rendesen belém jött, belém költözött a Szent Szellem, és személyként, az én kisfiamként, hogy egy is fél éves, és a kisfiam bennem, és ő a Szent Szellem, és megpihent így a vállamon az én kisfiam, de bennem. Ezt éltem át a Szent Szellemmel. És szóval kis... mert hasonlatot adta neked ez, igen, hogy ilyen a Szent Szellem, igen, hogy így belénk jön, és ennyire gyermekként, igen, kell, igen, szerelmet, igen, ad neked, igen, mindannyiunknak. Igen. Igen, és hogy én úgy szeressem a Szent Szellemet, ahogy a kisfiamot szeretem, és mert ő egy ilyen személy, aki nagyon kedves, aki nagyon aranyos, és aki nagyon szeret engem, és én is ugyanúgy szeressem őt, ahogy a kisfiamot szeretem, és ő így megpihent a vállamon, és én akkor még nem is tudtam, hogy a Szent Szellem jön és megpihen majd a vállunkon, csak amikor megtaláltam én a Bibliában mindezeket, hogy visszaigazolta, hát ez hatalmas, ez csodálatos, amikor valóban élőbe megélhetem azt, hogy amit még nem is olvastam el a Biblia, és maga a Jézus mutassa meg, hogy hogy is jön a Szent Szellem. Neked milyen átélésed volt? Nekem olyan átélésem volt, ezzel kapcsolatos, hogy ma most itt vagyunk. Igen. Egyik este, egy héttel ezelőtt talán volt olyan, hogy sírva imádkoztam újból, és de mostanára már az imáim olyanok, hogy inkább hálaadás, és mindent megköszönök, már nem kérés, mert tudom, hogy ami a szívemben van, azt úgy is megadja nekem a Jóisten. És akkor ugye, ahogyan imádkoztam, és hálát adtam, és jött, és annyira átölelt a szeretetével, hogy én ahogyan sírtam, csak annyit mondtam, hogy jaj, drága Uram, olyan jó lenne, hogyha ezt az érzést elmondhatnám az egész világnak. Mm. Nem azt mondtam, hogy egy kis közösségnek, vagy anyunak, vagy apunak, hanem azt jelentettem ki, hogy a világnak. És másnap beszéltem anyuval, és akkor az anyu említette, hogy beszéltem az Évikével, és az Évike mondta, hogy jövő héten jelenésünk lesz itt nálatok, és akkor meg egyszerűen nem jutottam szóhoz, és hálát adtam rögtön Istennek, hogy köszönöm, hogy ennyire meghallgatod minden kérésem, minden vágyam, hogy tényleg bemutathatlak téged, és elmondhatom mindazt, amit velem tettél és adtál. Egyszerűen csodálatos a jó Isten, tényleg. Úgyhogy nekem így ilyen téren mutatkozott meg múlt héten. Gyönyörűséges a Szent Szellemnek. Ja, igen. Igen, mondjad. Nekem volt mondjad, még olyan, mondjad. Volt olyan, hogy amikor hazajöttem, akkor ugye az Úr azt jelentette ki, hogy elkezd majd használni. De mindenek előtt be kell merítkeznem, hogy ez nagyon-nagyon fontos.
Na most úgy tudott nekem üzenni, hogy édesanyám nagyon szeretett volna egy könyvet. A könyvnek a címe pedig Élő tűz. Úgyhogy én felvettem a kapcsolatot, aki írta ezt a könyvet, és akkor... Urbán Tamás. És akkor én megrendeltem anyunak a könyvet, és én félre is tettem, nem akartam beleolvasni. Hát mondom, ez anyunak egy ajándék. És ilyen késztetést éreztem belül, hogy vedd fel a könyvet, és akkor olvasd bele. És ez a Szent Szellem indítása volt, és én felvettem a könyvet, elkezdtem olvasni. És képzeljétek el, hogy egész éjjel fönn voltam, és egy éjszaka alatt kiolvastam azt a könyvet, de kellett ez a könyv, mert üzent. Ebben a könyvben üzent nekem a drága Jézus. Mit üzen neked? Azt üzente, hogy ahhoz, hogy ő használni tudjon engem, bármennyire is szeret, és bármennyire is akarja ő az áldását, és látja az én éhes szívemet, addig nem tud használni olyannyira, hogy muszáj bemerítkeznem, mert akkor pecsételem meg igazán ezt a kapcsolatot, ezt az egészet vele, mert akkor válok igazán egyé Jézussal. És akkor azt mondtam, hogy jó, én nem is várok addig, amíg anyujék jönnek, én azonnal akarom, és akkor felvettük a kapcsolatot Évikével, és akkor rá egy pár napra meg is történt a nagy nap, és gyönyörű volt, megkaptam a drága Szent Szellemet, úgyhogy azóta még jobban és biztosabban hallom, és látom, és érzem őt, és gyönyörködöm az ő munkájában. Igen, egy pár szót hadd szólhassak még Urbán Tamásról, hogy az ő könyve, ahogy megemlítette a Zenetka is, nagyon-nagyon sokat kaptunk az ő könyve által is, és akkor az Anetkának ki is jelentette az úr, hogy rendeljen még az Urbán Tamástól könyvet, és a családunknak juttassa el, úgyhogy Anetka még pluszba rendelt az Urbán Tamástól könyveket, és eljuttatta a családnak, amiből épült, sokat épültek a család az ő könyvéből, úgyhogy köszönet ezért Urbán Tamásnak. Amen, halleluja. Nagyon sok mindent hallottunk ma, és annyira csodálatos dolog, mikor a Szentlélek működik, ugye? Igen. Az ember életében. Nagyon sok nevet hallottunk, akik képviselik az Úrnak nevét, és tudjuk nagyon jól, hogy nem az ő érdemük az, hogy az Úr szól rajtuk keresztül, hanem az Úr meg akarja dicsőíteni magát. Így az Úr azt akarja, hogy mindenki meghallja az ő szavát, és ezáltal a Szent Szellem hallja azt az emberekből, hogy igenis tedd ezt, olvasd ezt, gyere ide és szólj hozzám. Igen. És az Úr a mai napig is ezt csinálja. Az Istennek van személyes joga arra, hogy embereket használjon fel arra, hogy ő megtudassa és tudassa az emberekkel, hogy mi az ő dolga. Ugye Jóel próféta azt mondja Péter, mikor megkapták a Szent Szellemet, és nagyon sok vita van a Szent Szellemnek a dolgairól, de Jóel, akkor azt mondja Péter, mikor kiáll a Jóel próféta, már megmondta, hogy ki fogja önteni Isten minden testre a Szent Szellemét. Halleluja. Hát ezért vagyunk mi is itt, és ezért vagyunk jelen pillanatban ebben a műsorban is, mert az Istennek Szent Szelleme, Szent Lelke átmosott bennünket. És ez a Szent Szellem az, ami ki fog öntetni majd a világra mindenhova, mint ahogy Anita is mondta, hogy azt kapta, hogy neki a világban mindenkinek tudni kell, mindenkinek meg kell érezni, és nekem is az érzésem és hozzászólásom, hogy igenis az kell nekünk a feladatunk személye szerint az, mindannyiunknak, nem nekünk csak, akik itt ülünk benne a tévében, hanem azoknak is, akik most ott ültök a néző, a hallgatóségban, a fotelban, vagy akárhol vagy most, és csak hallgatsz, vagy éppen nézel bennünket, hogy menj ki, és hirdesd azt az élő Isten, aki azt akarja, hogy gyere vissza hozzám. Meg akarja adni azt, hogy a földön lejön a menny. Hogy a menny újra az legyen, aminek szerepe volt abban az időben, amikor a teremtés elkezdődött. Igen. És ez a Szent Szellem által rámutat arra, hogy ebben a világban a Szent Lelke által átmos bennünket. És kívánom azt, kedves nézők, hogy ez az érzés, amit átérünk tűzzel, ami úgy belülről fakad, ez mindannyiójukra átterjedjen, mindannyian meg tudják érezni, hogy Úrnak jóságát, nagyságát, hatalmát, mert nincs nagyobb dolog abban, hogy az ember megismeri az ő megváltóját és teremtőjét. És amikor ilyen bizonyságok hallatszanak, amitől a szív rebdes és kívánkozva vágyja az, hogy én is szeretnék ilyet, olyankor kell letérdelni, és ahogy testvérek bizonyságot tettek arra, hogy
drága Jézus, gyere, mert már nem bírom, és tudom, hogy ott zörgetsz, én megnyitom a kapumat, a szívem kapuját, és velem, gyere velem vacsorálj, mert azt mondja az ige, hogy veled vacsorálok. Jézus maga mondja ezt, hogy mikor beengedsz engem a te szívedbe, akkor veled fogok tölteni, és veled vacsorálok, és ott megpihenek, és ott fogok lakni. És olyan nagyon jó dolog volt, és nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttetek ebbe az adásba, és bizonyságot tettetek az Úr Jézus Krisztusról, mert ez egy csodálatos dolog. És köszönöm a kedves hallgatóknak és nézőknek, hogy meghallgattak bennünket, láttak bennünket, és legyen az Úr áldása mindannyiukban. Amen. Amen. Amen.